Szeretettel köszöntöm a nézőket bizonyára, mert önök is értesültek róla, és olvasták akár a helyi sajtóban is, hogy decemberben egy fantasztikus lelet került a látókörbe. Egy második világháborús roncsot találtak itt Ajka település környezetében, és a mai vendégeim ehhez a témához kapcsolódnak. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Varga Lászlót, aki megtalálta ezt a repülőgép roncsot, Páfi Sándort, a Lackó Dezső Múzeum és a Magyar Roncskutató Egyesület alelnökét, és Magó Károly Zászlóst, a 86. helikopter dandár kutatóját és a Magyar Roncskutató Egyesület elnökét. Köszönjük a meghívást! Azt hiszem, hogy egy sikertörténet ez, amiről ma itt tudunk beszélgetni. Hogyan történt egyáltalán? Mik voltak az előzmények? Hát ugye én a Veszprémi Lackó Dezső Múzeumnak vagyok a közösségi régészetének a tagja, ugye azon belül önkéntes fémkeresőző, és ugye én kikértem erre a területre, tehát azt itt a Robert által engedélyeztettem a területre fémkeresőzést, ugye, és ugye ott folytattam a fémkeresős műszerre való kutatást, és ugye régészeti leletek után, és ugye sajnos régészeti lelet az nem jött, és viszont jöttek elő alumínium darabok, ugye, amik igencsak repülőre hasonlított, ugye, amit régésznek mutattam, régészhölgynek, és ugye a régészhölgy az a Páfi Sándorhoz irányított át, ugye, hogy vele vegyen fel a kapcsolatot, mert ő a Roncskutató Egyesületnek az alelnöke, és ezáltal ő azonosította a gépet is, mondja, találtam egy olyan kis dolgot, ugye, ami bele lehetett nagyjából azonosítani, hogy ez milyen gépből való, vagy milyen gépről való, és ugye onnantól kezdve ennek a kutatását a Roncskutató Egyesület vette át. Hát akkor beszéljünk utána a folytatásról, hiszen gondolom, hogy egy ilyen mérvű lelet az felkelti a roncskutatóknak az érdeklődését, és akkor elindult gondolom egy együttműködés itt, hogy kiderítsük, hogy miről is van szó. Igen, ez így történt. Tulajdonképpen ez nem egy egyszeri terepbejárást jelent, hanem úgy, ahogy a László is mondta, fél év, illetve háromnegyed évre tehető az időszak, ami alapján az ismételt, folyamatosan ismételt terepbejárások hoztak egy olyan eredményt, ami alapján lehetett konkrétizálni a repülőgép típusát. Egészen addig csak görbe, alaktalan, eltorzult fémdarabkák, de negyed tenyérnél nem nagyobb roncsolt kis fémdarabkák kerültek csak elő a felszínen. Ahhoz a sokadik kutatás kellett, hogy egyértelműen szegecselt darabok jelezzék, hogy valóban egy repülőgépről van szó, és szintén egyetlen egy olyan lelet került elő, amin német felirat is mutatkozott, és egy a mondjuk BMW 801 motorból egy szelepfedél borítás, ami igazából egyértelművé tette, hogy melyik típusról van szó, mert ezzel a motorral, ezzel a hajtóművel olyan rengeteg típus nem repült itt a környéken, illetve a II. Világháború harcai alatt. Úgyhogy már sejteni lehetett, hogy egy Fokkevó 190F típusú csatarepülőgépről lehet szó. Ugye azért mondom, emelem ki ezt, hogy csatarepülőgép, mert nem vadászrepülőről beszélünk, ez egy több funkciót ellátó, igazából vadászbombázó feladatokat is ellátó, a híres U87-es Tuka zuhanóbombázó repülőgép utódjaként is fel lehet fogni. Konkrét pontcélokra, erődökre, országúti karavánokra, osztopok támadására, bombázására használhatták, és igazából itt 1945. március 23-án a 8-as főúton visszavonuló német seregtestek és leszakadt magyar alakulatok folyamatosan célpontot jelentettek a szovjet légierőnek is, és jelentős összetűzések zajlottak le a március 25-ei, 26-ai, illetve az azt megelőző napok során. És a repülőgép visszatérve a repülőgép azonosítására, ugye sokféle maradvány kerül elő, sok különböző helyszínen, rengeteg dologtól függ, hogy milyen a talaj, mennyire hordták el azt a repülőgép roncsot, milyen volt a becsapódás, a földetérésnek a körülményei szöge, milyen a talaj. Tehát ezeknek a körülményeknek mindnek együtt kellett ahhoz állni, hogy tudjuk konkrétizálni a műszeres vizsgálatok alapján, hogy itt valóban a földben, a talajban a repülőgépből jelentős maradványok várhatók. Ugye először, amikor a László az első darabokat mutatta, akkor nem titkolom, igazából olyan sovány, illetve kevés leletanyag került elő egy 10 méter átmérőjű körben, hogy én úgy gondoltam, hogy itt valószínű, hogy maximum egy kényszerleszállásról lehet szó.
És amikor ugye a technika vagy a műszerek segítettek tovább göngyölíteni ezt a történetet, akkor jöttek olyan fémjelek, illetve olyan mérési eredmények, ami alapján lehetett bizonyítani, hogy itt lesz mélyebben is a repülőgépből maradvány. Egyébként izgalomba jön ilyenkor egy roncskutató egyesület, hogy ez tulajdonképpen egy olyan felfedezés, ami azért nem történik minden nap nyilván, és akkor ebből akár egy áttörésre is juthatnak, akár történelmi, akár lelet szempontból, gondolom, hogy ez így történt. Igen, persze mindenképpen feltétlenül, és ugye most egy kicsikét eltérő máshova, nem csak a hadi, mert mi hadi régészetet nem kutathatunk. Mi kimondottan mi csak a régészeti dolgokat kutathatjuk, ugye amit a múzeumnak kell leadni, bejelenteni. És akár egy régészeti dolgot találunk, akár egy hadihoz köthető bármiféle roncsmaradványt, az mindig izgalmas. Hát én azt hiszem, hogy akkor itt aztán a történetbe belépett a harmadik fél is, aki aztán ennek az egész leletnek a hátterét gondolom felgöngyölítette, illetve ahogy már beszélgettünk az elején, ehhez kell egy nagyon komoly hivatalos procedúra, hogy aztán ez a lelet majd a helyére kerüljön. Az nagyon fontos, hogy ahhoz, hogy ezeket a kutatásokat törvényesen lehessen végezni, nagyon előnyös, hogyha van egy civil szervezet, aki összefogja azokat az embereket, akik érdeklődnek ez a téma iránt. Mi mindig nyitottak vagyunk a külső kutatók felé, így kerültünk képbe ugye az ajkai roncsal is. Miután be lett azonosítva, és ahogy a Sándor utalt rá, az első leletek alapján nem tűnt ez olyan jelentős találásnak, de egy kutatónak alap feladata az, hogyha valami jel van, valami utal arra, hogy ott lehet valami, akkor annak a végére kell járni. És ugye azzal, hogy be lett azonosítva a típus, elkezdtük az engedélyeztetést. Természetesen a HM6 Történeti Intézet és Múzeum támogatta ezt, és a Magyar Roncskutató Egyesület megszerezte a szükséges engedélyeket. Az engedélyek birtokába pedig elkezdődött a repülőgépnek a feltárása. Amikor előkerül egy repülőgép roncs, nagyon fontos, hogy be lehessen azonosítani. Itt viszonylag ez gyorsan ment, a Sándor megoldotta. Utána, amikor tudjuk, hogy hol és milyen roncs került elő, akkor van két nagyon fontos alapinformációnk. Ugye a helyszín és a típus. Az adatgyűjtés legfontosabb feladata az, hogy levéltári kutatással, publikációkkal és visszaemlékezésekkel felvértezve megvizsgáljuk, hogy milyen lehet ez a repülőgép abból a szempontból, hogy mikor lőtték le, hogy kerülhetett ide Ajka környékére. Az a legjobb, amikor annyi információnk van, hogy az egész történetet össze tudjuk tenni úgy, hogy a felszállástól a becsapódásig megvan az utolsó bevetés. Azért erre nagyon ritkán szokott esély lenni, és nagyon ritka az, amikor teljesen rekonstruálni lehet egy bevetést. Amikor elkezdődött a kutatás, akkor a két alapinformáció alapján, helyszín és típus. Az első találat, ami 100%-os egyezést mutatott, az egy légigyőzelmi jelentés volt, a Logvinyenko százados jelentett egy légigyőzelmet Ajka rendekre. Itt ez 100%-os egyezésnek számít a típus és a helyszín szempontjából. Ezzel volt egy dátumunk, hogy mikor zajlott az a légiharc, amit a Logvinyenko százados jelentett, de arra a napra nem volt sem magyar, sem pedig német veszteség. Tehát itt egy kicsit bonyolultá vált a történet, hiszen nem tudtuk párosítani a légigyőzelmet és a veszteséget. Át lett nézve az összes magyar veszteségi jelentés, visszaemlékezés, a német veszteségi jelentések, és ez alapján ugye kiderült, hogy a magyar gépeket még helyszínre sem ide jelezték, mint elveszett repülőgépet, hanem Herend környékére. Mivel hogy azok a jelentések fixen adták meg a helyszínt, ezt el kellett fogadnunk, ezért maradtak a német veszteségek, a németek pedig jelentették pár nappal később, hogy Karmacs környékén tűntek el repülőgépek. Az, hogy pontosan hol értek földet, ezt nem tudták akkor a jelentésekbe leírni. Mivel hogy ezek a gépek nem tudjuk, hogy hol zuhantak le,
adott volt, hogy ez lehet az egyik eltűnt repülőgép. Azzal a tudattal kezdtük el a roncsnak a részletes feltárását, hogy ez egy német repülőgép lehet. Azt el kell mondani, hogy Magyarországon jelentős mennyiségű Focke-Wulf 190-es lelet még nem került elő, ami magyar lenne. Úgy számoltuk, hogy német, azonban amikor a roncsot kiemeltük és a darabokat elvittük Szolnokra, a repülőmúzeumba, a roncsok tisztítása során kiderült, hogy magyar gépről van szó. Ilyen még nem került elő, tehát magyar gépből jelentős mennyiségű lelet nincs. Pontosan emiatt lett ez egy kiemelt jelentőségű kutatás. A kutatás az egy olyan háttér igényű feladat, amit egy egyesület viszonylag könnyen meg tud oldani, azonban a feltárás az már egy sokkal komolyabb feladat, ahol gépekre is van szükség, arra is szükség van, hogy legyenek fixen ott emberek, akik elvégzik ezeket a munkákat. Így a Magyar Honvédség is belekerült. Az MH Kis József 86 helikopter dandár katonái vettek részt a roncs részleges feltárásában, és a honvédség oldotta meg azt, hogy a roncsok biztos helyre kerüljenek. Most már nem titok az, hogy a feltárás folytatódik. A területnek megtörtént a teljes felmérése, talajradarral is, és a radar is jelezte azt, hogy további leletek vannak még a föld alatt. És akkor hol tartunk most? Hol van ez az eddigi lelet? És akkor gondolom, hogy mindenki arra számít, hogy akkor ezt azért mondjuk ki, hogy majdnem teljes bombájában meg lehet majd nézni, vagy ki lehet állítani. Hát erre biztos, hogy lesz lehetőség, mert a Honvédségtől úgy tudom, hogy Károly, illetve az Egyesület kapott felkérést arra, hogy szándék van arra, hogy mutassuk be a repülőgépnek a maradványait, és ha jól mondom, akkor Budapesten lesz ebből egy kiállítás, még valószínű, hogy a tavasz folyamán, és lesz egy konferencia, egy hadirégészeti konferencia, ahol magát az eredményeket fogja Károly ismertetni, illetve elmondani, bemutatni a történetet. Ahol tartunk most kérdésre, még annyit azért hozzá szeretnék tenni, kiemelt, miben volt más ez a feltárás, mint sok más egyéb kutatás. Magyarországon nagyon jelentős azért, ezt tegyük hozzá, hogy ennek a szubkultúrája, ennek a militária és a hadirelikvia gyűjtésének, és rengeteg repülőgép, illetve harci jármű roncs kerül elő, már csak a mezőgazdasági munkálatok alatt is, illetve hát az illegális kutatások során is. Ezek a begyűjtések, én csak roncsbegyűjtéseknek mondom, egyike sem tartalmaz tudományos igényű dokumentációt, illetve régészeti szintű feltárásra való törekvést. Ebből a szempontból ez a feltárás én úgy gondolom egy úttörőnek mondható, mert sikerült olyan kollégákat, civil és egyéb szervezeteket, például több múzeumnak a munkatársa is részt vett ebben, a térinformatikai rendszert is segített nekünk, most például egy Szélsfehérvár Szent István Király Múzeum munkatársa elkészíteni. Ez azt jelenti, hogy fotó 3D-s dokumentáció készül magáról a kiásott szelvényről, és minden roncs in situ eredeti helyén van dokumentálva. Már a régészeti szelvények kialakítása is úgy történt régész kollégák együttműködésével, ami én úgy gondolom, hogy megfelel bármilyen régészeti feltárás kitérmainak. Igazából szükséges is ez, illetve kötelező, mert 2016-os törvénymódosítás után a repülőgép roncs és harci jármű roncsok a kulturális örökség részének tekintendők. És innentől kezdve ezeknek a dokumentálása a régészeti kézikönyvben leírt a protokoll, hogy kell dokumentálni ezeket a maradványokat. Ugye ennek még a végrehajtási szakja, ennek a törvénynek nincs kidolgozva, de én úgy gondolom, hogy az országos gyűjtőkörű szakmúzeummal való együttműködés során és a régészeti módszerek alkalmazásával én úgy gondolom, hogy a maximálisan, és még egyszer mondom, úttörő módon dokumentáljuk az egész feltárás lépéseit, illetve a előkerületeket. És ennek a módszernek köszönhetjük igazából azt, hogy már most megmutatkozott az, hogy milyen becsapódási szögben ért a gép földet. Ugye Károly szerzett, illetve felkért talajradar vizsgálatra is kollégát, azt hiszem a Honvédség részéről jött ez a segít. Civil. Ja, civil. De hát olyan technikai apparátussal, ahol, amit szintén a régészetbe használnak, tehát a talajradar, mint olyan, a roncsolásmentes régészeti eljárásoknak most már egy bevett eszköze. Úgyhogy én részemről ezt szerettem volna csak kiemelni, hogy ilyen szempontból én úgy gondolom, hogy egy úttörő munkát próbálunk most elvégezni.
ami olyan túl sok ebben az országban, úgy tudom, hogy még nem történt. Igen, és hogy olyan hatalmas információt adott, hogy ez a talajradarral való vizsgálás, hogy lehet konkretizálni, hogy konkrétan a roncsnak a nagy része hol helyezkedik el, és hogy az milyen mélységig megy le. Én biztos vagyok benne, hogy hadtörténeti szempontból is jelentős egy ilyen leletnek a megtalálása, hiszen egyrészt ráirányítja a figyelmet erre a történelmi időszakra, illetve az akkori történésekre, és akkor egy kicsit jobban át tudjuk mi magunk, laikusok, érdeklődők, akiket egyáltalán a téma iránt érdeklődnek, hogy ez a korszak, ez egy jobban megismerhető korszakká válik. Jó gondolom? Igen. Nagyon fontos az, hogy mivel ez egy magyar repülőgép, tehát a magyar hadtörténetnek, a magyar repüléstörténetnek egy kiemelkedő eseménye, azt is számba kell vennünk, hogy a roncsok között akár emberi maradványok is lehetnek, ami a végtisztesség megadása szempontjából kiemelt feladat. Minden kutatást, amikor nem tudjuk előre megmondani, hogy konkrétan kirepült azzal a repülőgéppel és annak a pilótának mi lett a sorsa, úgy hajtunk végre, hogy ez az alapfelállás, hogy erre számítani kell. Az Egyesület kifejezetten törekedett a törvényes eljárások betartására eddig is. Ahogy Sándor említette, most megpróbálunk egy még magasabb szintet biztosítani ennek a feltárásnak, ami abból a szempontból is kiemelkedő, hogy a civil kapcsolatok szempontjából fontos, hogy több civil szervezet és a honvédség működik együtt, valamint a magyar katonai repülés minél jobb megismertetése, minél több információ átadása a célunk. Azt szeretnénk elérni a térinformatikai felméréssel, a sajtó megjelenéssel, hogy minél több emberhez eljusson, és mindenképpen úgy kell ezt az egészet tálalni, hogy ez ne csak az idősebb korosztályt fogja meg, hanem a fiatalokat is, akár a gyerekeket is. Erre fogunk törekedni majd akkor, amikor ezeket közzétesszük. Drónfelvételeket szeretnénk készíteni a feltárás helyszínén, és szeretnénk, hogy a sajtó nyilvános lenne, amint a szükséges engedélyeket megkapjuk. Onnantól kezdve lehetősége van a sajtó munkatársainak arra, hogy a munkálatokat folyamatosan végigkövessék. Mikor folytatódik akkor ez a történet, és a további leletek azok, mikor kerülhetnek elő a földből? Azt mondhatjuk szinte, hogy biztosan elő fognak kerülni, a jövő hét folyamán folytatódna ez a feltárás. Reméljük az időjárás is kegyes lesz hozzánk, de a terv az elkészült, illetve a kutatási menetrend azért az már készen áll. Akkor ez egy sikertörténet mindenféleképpen. Igen. És még nincs vége. És nincs ez vége. Nagyon fontos. Igen. Tehát itt bármelyik olyan terület, ahol kikérek engedélyt, ugye csak engedéllyel lehet menni fémkeresőzni hivatalosan, és ugye ezúton is buzdítok minden olyan fémkeresőzőt, aki esetleg nem hivatalosan csinálja, nyugodtan keressék fel a Veszprémben a Lackó Dezső Múzeumot, vegyék fel az ottani igazgató hölgyel a nyugodtan a kapcsolatot, és jelentkeznek. Érdemes, mert olyan helyekre lehet eljutni hivatalosan fémkeresőzni, ahova különben nem, és olyan tárgyakat lehet találni, és nekem már volt szerencsém találni nem csak hadi régészeti dolgokat, hanem egyéb régészeti dolgokat is, ugye, amik kiemelkedőek. De ugye annak nincs értelme, ugye, hogy feketén kimegyünk illegálba, kiásunk valamit a földből, és a többit ott hagyjuk, és viszont, hogyha az, főleg ha egy roncs lenne, egy kiemelkedő roncs, akár egy repülőgép, vagy akár egy tank, vagy bármiről beszélünk, ugye annak akkor nincs meg a háttere, nincs feltárva, és nem lehet megtudni konkrétan, hogy ott milyen gép volt, milyen roncs volt, és hogy hova tartozott az a gép. Esetlegesen, hogy katonák, ha voltak ott, akkor hogy azok is, hogy hova lett, vagy mi lett velük. És ugye ezúton is mindenkit buzítok arra, hogy érdemes ezt hivatalosan csinálni. És akkor csatlakozzanak be a közösségi régészet csoportba. Így van, és nagyon-nagyon jó szakmai tapasztalatot tudnak szerezni, nagyon jó emberekkel tudnak megismerkedni, például is, hogy megismertem Páfi Sándort és Magó Károly urat, úgyhogy happy end. Az az igazság, hogy ha szeretnénk ezt a munkát úgy megközelíteni, hogy ez most hobbi, vagy pedig hivatás, mindenkinél ez hobbiként indul, és amikor a hobbi szintű keresőzésnek az eredménye egy akkora találat lesz, mint ez,
akkor már onnantól kezdve ez már hivatássá válik. Tehát mindenki, aki ebbe benne van, neki a maximumot kell nyújtania, de az biztos, hogy akármennyire is hivatalos ez a dolog, akármennyire is hivatás, a mozgatórugója az mindig a hobbi. Tehát a fémkeresőnek a szeretete, a hadtörténet iránti rajongás, vagy a régészet iránt rajongás, és azért jó ez, mert a találás öröme az nagyon, nagyon fontos. Minden egyes probléma, ami felmerül egy engedélyeztetés, egy feltárás, egy kutatás során, az mindig előre viszi az embert, és az újabb kitartást ad ahhoz, hogy csinálja tovább. A siker meg magától érthetődő, hogy ösztönzi az embert a következőre. Én mindig azt szoktam mondani, amikor kimegyünk egy helyszínre kutatni, és nem találunk semmit, hogy ma azért nem találtunk semmit, hogy a következőnek jobban örüljünk. És szerintem ez visz előre mindenkit, és ezért jár ki ugyanarra a helyszínre fél évig, és nem talál az égvilágon semmit, de nem adja föl. Igen. Hozzátéve még annyit ugye hozzátenném magukáról úgy szavához, hogy az ember, amikor kimegy fémkeresőzni, átlagból 90-95%-ban az ember szemetet talál, maradék 5%, amikor értékelhető dolgot talált. És ugye nekem pont ez az 5% volt az, ugye, ami ennek a gépnek a roncsához, a felkutatásához közelebb vezetett, és ugye és ezáltal a Roncskutató Egyesületnek ugye az egészet át lehetett adni, és ugye most ugye a Roncskutató Egyesülettel együtt dolgozok, és egy olyan gép lett megtalálva ezáltal, ami egy örök életre szól. Ezt az örömet, ezt már nem fogják tudni elvenni az embertől, mert sosem. És nagyon fontos, hogy a Laci nem szégyelt szakemberhez fordulni. Ugyanúgy, ahogy a régészhez fordul, például most akár csak a hétvégi leletek kapcsán is, ő oda megy, megkérdezi a szakembert, és most akár mondhatnánk magunkat is szakembernek, mert nyilván Károly 20 éve foglalkozik, vagy 20 valány éve roncskutatással, én is egy pár éve már, és aki mi, akik többször láttunk ilyen alumínium darabkákat, nyilván van már egyszerűen már csak az anyag meg a szín konstellációban is azonnal látjuk, hogy ez most egy újkori szemét, vagy egy második világháborús eredetű fém lelet, és a László, én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy annak a régész kollégának, hát mondhatjuk a nevét is, Fekete Fruzsinának megmutatta ezt a leletet, ez egy nagyon fontos kapocs volt, mert ha a Laci ezt nem teszi meg, akkor ez az egész történet elsikkad. És egy apró dolog, de az egyik legfontosabb momentum volt ez is. És van egy, van még egy dolog, ami mindig kell, az a szerencse. Igen. Tehát szerencse kell ahhoz, hogy az ember jó helyre menjen, szerencse kell ahhoz, hogy olyannak mutassa meg, aki tovább vigye, szerencse kell ahhoz, hogy összeálljonak az engedélyek, hogy meglegyen minden feltétel, és hogyha a szerencse kíséri a feltárásokat, akkor a végeredmény biztos, hogy pozitív lesz. Hát köszönjük szépen nektek, hogy megismerhettük a lelet megtalálásának és beazonosításának a körülményeit, és izgatottan várjuk majd a folytatást, és akkor majd arról is be fogunk számolni, hogy mégis hogyan néz ki ez akkor teljes pompájában, amit találtál. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és további sikereket kívánunk nektek a leletekhez. Köszönjük szépen a megkívást!